Mi a pöcsömet? Miért rendelek ilyet? Volt már videó praktikus termékekről erről az oldalról. Meg erről. Jaj! Nézzük meg, mit tud a jelenleg legfelkapottabb oldal. A demo! Rendeltem sok-sok mindent! Bizonyára van otthon távirányítótok. Na most ezek a távirányítók rettentő sok koszt tudnak felfogni, éppen ezért Sanyika azt tud játszani. Rendeltem egy ilyen szilikon tokot, amit rá lehet húzni a távirányítóra, és higiénikusabb az egész. Ez főleg szerintem az enyén hipohonder embereknek való. Elsőre parfümnek tűnhet, de nem. Ez egy telefontisztító kis spray. Viszont, ugye gondolnátok, hát Barni, hát lepriccelem a telefonom, hát le kell törölni, kell mindig papír. Ez maga a tok, a papír. Felszívja a nedvességet. Szóval, ha egy ilyet beraktok a kocsitokba mondjuk, akkor elméletileg, ami nem is lesz annyira jól beszívja, mindig le tudjátok fertőtleníteni a telefonotokat. Jó is az illata, mosogatószer. Lehet, hogy nem mosogatószert kéne egyébként belerakni. Rettentő sok termék közül tudtok itt válogatni, ha gondoljátok, csekkeltek le az oldalt. Összeszedtem a videó alatt egyébként a linkeket az összes termékről. Töltsétek le az applikációt, és az első vásárlásnál most a DMN4277-es kóddal egy 40.000 forintos kuponbundle-t tudtok felhasználni. Tegyük fel, este van, fekszel az ágyban, olvasni akarnál, de nincs otthon egy kis lámpád az élőszekrényen. Ilyenkor ezt ide becsípteted, és mondjuk pont melletted van a laptopod, és már is tudsz olvasni. Károly, be kell dugni, ez egy kis gombelemben amúgy marha hasznos lenne szerintem. Visszavonom a kijelentésem, ez amúgy aksis, az csak a töltője volt, illetve van hidegfény, és melegfény is. Jó, ez nem egy rossz dolog szerintem. Lehet, ez csak nekem új, de hallottatok már bőrtisztító krémről, és itt nem az arcbőrre gondolok, hanem a kocsiban lévő bőrre. Ez, van benne egy kis szivacs, van benne egy ilyen, hát nevezük krémnek, de ez elméletileg erre anyás. Azt az állat! Na jó, ez para. Ez viszont para. Láttátok, hogy mennyi ideig töröltem. 10 másodpercig? Ez para! Ez jó cucc! Ezt elrakom a kocsiba. Ez megy ide, a másik fele ide. Elméletileg akkor ezt most összekeveri? Mint a kaszinóba? Azt a rohadt állat. Hát ez rohadt jó. Ki keveri meg gyorsabban, a gép vagy én? Menjen a timer! Nézzük a gépet! Szerintem én gyorsabb voltam. Ez szerintem az a dolog, ami nekem ma a legpraktikusabb lesz. Kérjátok meg esetleg egy hozzászólásban, hogy hány darab szempillát találtatok a billentyűzetetekben. Ezt nem tudom, hogy ki akarom nyitni. Ó, baze! Mi a pöcsöm ez? Mi ez? Mi? Miért rendelek ilyet? Hát ez, srácok, elméletileg... Ez a számítógépre ilyen, hát ezt nem merem rárakni. Túr, nem jó az állaga. Ennek sokkal szilárdabbnak kéne lennie. Ezt nem merem, esküdöm merem, mert félek, hogy befolyik. De amúgy ez ilyen por összeszedő. De nem merem sokat ott hagyni. Hát ez tocsmány, hát mi ez? Ez egy füles. És nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy 1000 forintért mit tud egy füles, úgyhogy ezt azért rendeltem, hogy ezt leteszteljük. A bal fülem az halkabb, mint a másik.
De még így is jobban hallani, hogy ez halka. Egy ezresér ez a hülyének is megéri. Annyira nem rossz amúgy. Kérdés, mennyit bír az aksia, meg kérdés, hogy a bal az mél halkabb, mint a másik, de amúgy egynek, tehát ezerért, ez a hülyének is megéri egy ezresér. Ez itt, srácok, egy wifi jel továbbosztó nálunk a hálóban. Borzasztóan rossz itt a wifi, ugyanis a háznak a másik végében van a router, és ezt főleg Márti miatt vettem, mert ő nem nyaggat, de ő mondja mindig azt, hogy egyszerűen nem megy a wifi a hálóba, úgyhogy így most van egy középső állomás, amit tovább dobja a jeleket. Főleg egyébként a srácoknak vettem a stúdióba, van hozzá egy távirányító is, amivel tudjuk a színeket is állítgatni, hogyha lilát akarunk, akkor lila, sárga, full RGB, úgyhogy ezt beviszem a stúdióba, és akkor a srácokkal ezzel el lehet játszadozni. Egy ilyet meg úgy van, rendeljetek. Ez egy esernyő. Ami, hogy nyitom ki? Kinyitni bal szerencsét hoz, nem? De hogy itt az a lényege, hogy ez ekkora. Majdnem, hogy elfér a zsebedbe. Ez viszont a real Temu. Ezt is a stúdióba vettem a srácokhoz, viszont... Hát azért... Igen, ez 800 forint volt, úgyhogy... Hát, ja. Tess, szerinted mi ez? Ez egy wifi smart kamera. Jó, basz. Rendeltem egy ilyet, kipróbáljuk? Nálam otthon nincsen tekerős. Itt viszont van ilyen tekerős villanykörte. Villanykörtébe kerek meg kamerát? Villanykörte, és ez egy wifi-s kamera, szóval látjuk a stúdiót bármikor, amikor csak akarjuk. Aha. Amúgy lehet abba kéne tekerni. Persze. Amúgy? Cool. SD kártya, forog. Egy kérdésem van. Igen. Hogyha ezt felkapcsolom a lámpát, akkor működik, gondolom. Mi van, lekapcsolom a lámpát? Azt nem tudom. Ja, nem is kell vele lenni, nem? Hát nem. Na már tényleg, de hogyha lekapcsolod a lámpát... Figyelj! Oh. Kattan, nem? Aha. Forog! Mindjárt robban. Hello! Most a konfigurál? Nézd, mi lesz? Hát a biztonsági kamera. Kamera, tessz. Nem ott elkezd egy gyönyörű stúdiót. Oda néz. Mi van itt? Oda néz. Mindjárt meg vagyunk. Na jó, hát ez nem akar összejönni. A kamera fent az pittyeg, de... Nope. Ez nem megy. Van itt még egy sereg minden. Az összes masszázs pisztoly mindig ilyen rohadt nagy, viszont ez good. mondjuk ez utazásokra, ez perfect. Mi van még itt? Egy ilyet már régen teszteltünk. Nézzük meg, hogy be tudja világítani a hálószobát. Azt nem értem, miért minden USB-s. Miért nem tudok belerakni egy kicsi aksit? Nincsen teljesen este, de határozottan szebb látvány. Sanyika? Itt, ajaj. De határozottan szebb látvány, mint amit régen teszteltem. És amúgy... Ilyen kis pici. Szóval egész ügyesen és egész jó minőségben kilövi ezt a falra. Csimeg! 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 Csak ne az ágyat! Sanyikám, miért szétszedod az ágyat? Hoztam neked valami mást. Felfújtam közben ezt is, ez egy foszforeszkáló labda. Hát mert most nincs sötét, ezt itt mellette láthatjátok, hogy este hogyan néz ki. Viszont... Marad! Úgy, marad! Figyelj! Hopp! Hopp! Hét, kis Anyi! Marad! Figyelj! Hopp! Azaz! Srácok, a legvégére hagytam egy olyan dolgot, ami azért szerintem kaphat egy nagyobb figyelmet. Ez itt egy közel 40 ezer forintos éjjellátó infra távcső, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit tud. Nincsen rajta túl sok gomb, gondolom a bekapcsolás gombot azt... Oh! There we go. Ezt még nem tudom pontosan, hogy fogom felvenni nektek. Figyeld, arra vannak a házak, meg a sötétség, elég magas izom vagyok. És itt a kütyű. Azt figyeld! Az a baj, nem látom most a gombokat. Megpróbálom behúzni az élét. Tűéles infra kamera, az ott a kerítés. Azt a rohadt állat! Lehet állítani, hogy mennyi fényt akarunk. Feljebb lehet vinni teljesen. Meg amúgy van külön menüje is, ahol
minden fényerőt, felbontást, mindent tudunk állítani. Hát ez nagyon para, hát ez katonai eszköz. Azért ott megjelenne egy arc valamelyik ablakba, lehet összefosnám magam. Írjátok meg, hogy esetleg milyen videót lehetne ezzel csinálni. Ez még így foglalkoztatja most így az agyamat. A többi termék az ilyen, tipikusan olyan volt, ami ha szeretnél elszórakozni és elkölteni egy bizonyos összeget, akkor az ilyen olcsóbb dolgokra az jó. Talán. Akkor ilyen olcsó dolgokból ki lehet fogni talán jót, szerintem. Ja, ezek voltak a Temu termékei. Írjátok meg, hogy milyen praktikus termékeket teszteljünk még. Kösz a figyelmet! Tali egy következő videóban. Sziasztok!